Többek között Balassáni Herceg Szilvia, a Váji Péter Szakképző Iskola és Kollégium szakmai igazgatóhelyettesének több mint két évtizedes munkáját is elismerték a Tolna megyei Szakképzési Centrum pedagógus napi ünnepségén. Nagy meglepetésként ért, és ahogy hallgattam az elismerő szavakat, nagyon meghatottam. Végigértem a ranglétrát, ugye végzettségem szerint angol nyelvtanár vagyok. Aztán pár évvel azután, hogy ide kerültem az iskolába, már megbíztak a nyelvi munkaközösség vezetésével, később az osztályfőnöki munkaközösséget vezettem, utána lettem szakmai igazgató helyettes, de talán amit is itt ki is emeltek az elismerésben, az úgynevezett kalandőrület, aminek a története most már talán számolni se tudjuk, 15-16 évre nyúlik vissza. Ezt először 24 órás vetélkedőként kezdtük a középiskolás korosztálynak, egy ilyen online non-stop interaktív vetélkedő, és akkor 3 évvel ezelőtt pedig átváltottuk ezt egy kicsit rövidebb formátumra, a pályaválasztás előtt álló általános iskolásokat céloztuk meg, és kimondottan a centrum szakképzési kínálatával kapcsolatos kalandokat adunk, így motiváljuk a 8. osztályosokat arra, hogy szakmát válasszanak, és lehetőség szerint a Tolna megyei Szakképzési Centrumban. Elhivatottság és a lojalitás. Most már második otthonomnak érzem az iskolát, úgyhogy tulajdonképpen nem kérdés, hogy mindent az iskoláért. Az eseményen nem csak a tanárokat, hanem az oktatási irányítási tevékenységet nagymértékben segítő munkatársokat is díjazták. Mi úgy gondolkodunk, hogy egy nagy közösség vagyunk, és ahhoz, hogy jól működjön egy iskola, vagy jól működjön a Tolna megyei Szakképzési Centrum fenntartásában működő 8 iskola, ahhoz elengedhetetlenül szükségesek az oktatói kollégák, az oktatói munkát végző kollégáink, de ugyanígy azt gondolom, hogy elengedhetetlenül szükségesek azok a kollégák, akik ezt a háttérből támogatják, akár gazdasági területről, akár karbantartási területről, vagy akár egy takarító nénink, aki abban járul hozzá, hogy rend legyen, tisztaság legyen, és minden csillogjon, villogjon egy iskolában, mert hogy ez mind így együtt működik, és a siker csak így érhető el. Ezzel jelezni kívánjuk azt is, és úgy is érezzük, hogy nálunk nincsen különbségtétel dolgozó és dolgozó között, hiszen ez bármilyen furcsán is hangzik, nem is lehet, de mi egyformán fontosnak tartunk mindenkit, hiszen mindenki hozzájárul az eredményekhez. Ezúttal 25-en kaptak díjat a rendezvényen, ahol idén először főigazgatói és kancellári elismeréseket is odaítélt a Tolna megyei Szakképzési Centrum vezetősége. Egy picit átgondoltuk a díjazási rendszerünket. Korábban nem különböztettük meg ezt, de úgy gondolom, hogy egy duális vezetés egy szervezet élén megköveteli azt, hogy ki nevével is viselje azon kollégák elismerését, akik hozzátartoznak és akiknek a munkáját koordinálja, irányítja és felügyeli. Így aztán ez a döntés született, hogy legyen egy kancellári elismerő oklevél, és legyen egy főigazgatói elismerő oklevél. Teljesen egyenértékű a kettő, csak jelezni kívántuk a munkáltatói jogköröket. Nagyon mozgalmas 4 év van mögöttünk, most már így 4 évben gondolkodom. És azért nagyon mozgalmas ez a 4 év, mert közben a szakképzés rendszere is átalakult már mondjuk így. Ebben, hogy ezt sikerült zökkenőmentesen véghez vinni, hogy azt érzékeljük, érzékelem személy szerint is, hogy a kollégáink ebben partnerek, hogy a duális képzők, a bennünket körülvevő gazdaság, gazdasági társaságok, nemhogy nem csökkent a képzésben résztvevők száma, hanem jelentős mértékben növekedett a képzésben résztvevők száma, ez azt jelzi, hogy ez egy sikeres folyamat. Jelzi, hogy több mint 2000 felnőttel vagyunk kapcsolatban, akik többségében vállalatoknál dolgoznak, jelen pillanatban is.
egy egészen más módszerrel, egészen más gondolkodás mentén sokkal rugalmasabban kell az ő képzésüket végezni. Nagyon-nagyon sok változás volt emellett is, és én úgy látom, hogy ennek az eredményét most kezdjük el érezni. Hát és én most arra biztattam a kollégáimat, hogy most egy kicsit élvezzék is ennek az eredményét, különösen úgy, hogy ugye az oktatóknál, pedagógus kollégáknál nem sokára jön a szabadság, egy hosszabb szabadságra tudnak elmenni, na persze nem lesz annyira nyugalmas a szabadságuk, hiszen lesz egy pihenő időszak, de azt követően már feladatok körvonalazódnak. De most van az a pillanat, amikor egy kicsit álljunk meg, és akkor nézzünk egy picit körül, csendesedjünk el egy picit, és akkor élvezzük azt, amit eddig megcsináltunk, amit eddig elértünk.